24. fejezet. Az az Oskar Schindler, aki az Emália udvarán leszállt a lováról, változatlanul maga volt a megtestesült nagy kapitalista. Jól fésült, jóvágású férfi. A George Sanders és Kurt Jürgens féle filmsztárok fajtájából való, akikhez mindig is hasonlították. Kitűnően szabott slicces lovagló zuppont és lovagló nadrágot, vakítóan fénylő lovagló csizmát viselt. Olyan ember benyomását keltette, akinek minden arannyá válik a kezében. Mostanában azonban, ha környékbeli lovaglásából visszatért és felment szobájába, olyan számlákkal találta magát szemben, amelyek még a DEF-nek, e sajátos költségvetésű vállalatnak a történetében is szokatlanok voltak. A plasovi pékműhelyből érkező kenyérellátmány pár száz darabot tett ki hetenként, és néha napján fél teherautónyi fehérrépát is küldtek az Ablocsei Lipova utcába. Semmi kétség afelől, hogy a magas falú teherautók ritkán indított és hiányosan feltöltött szállítmányai felnagyítva és megsokszorozva szerepeltek Gött parancsnok üzleti könyveiben, és hogy a Lipova utcába érkező szegényes készlet és a Gött kimutatásaiban feltüntetett képzeletbeli és bőséges szállítmány közötti különbséget Csilovics és a hozzá hasonló megbízható egyének a Herr Hauptsturmführer utasítására megfelelően értékesítették. Ha a fogoly élelmezés tekintetében Oskar Ámonra lett volna utalva, az altábor 900 lakójának minden valószínűség szerint heti 3/4 kiló kenyér és 3 naponként egy tányér leves jutott volna fejenként. Oskar 50 000 zlotyit költött havonta tábori élelmiszerekre, amelyeket ő maga vagy üzemvezetője szerzett be feketén. Egyik-másik héten több mint 3 000 kenyeret kellett előteremtenie. Felkereste a város nagy péküzemeit, és kellő mennyiségű birodalmi márkával, meg 2-3 üveg itallal felszerelve beszélt a német felügyelőkkel. Oskar alig ha tudta, hogy 1943 nyarán a törvényellenes fogolyetetés egyik lengyelországi bajnoka volt, és hogy az éheztetésnek az a végzetes foka, amely az SS politika következtében a hatalmas halálgyárakat és a drótsövényes kisebb kényszermunkatáborokat egyaránt fenyegette, oly mértékben ismeretlen volt a Lipova utcában, hogy már veszélyes hírnévre kezdett emiatt szert tenni. Azon a nyáron számos olyan eset fordult elő, amely tovább növelte a Schindler mítoszt. A plasovi foglyoknak és az Emália összes táborlakójának azt a már-már vallási jellegű hiedelmét, hogy Oskar a bajból való biztos megmenekítés valóságos apostola. Minden altábor megalakulása után az illetékes központi tábor, az úgynevezett láger magasabb rangú tisztjei látogatást tettek, hogy meggyőződjenek, kellően radikális, kellően példamutató módon serkentik-e a kényszertáborok lakóit munkára. Nincs biztos tudomás róla, hogy a plasovi vezetőség tagjai közül voltak éppen kik mentek szemlére az Emáliába, de néhány fogoly, sőt Oskar állítása szerint is Gött közöttük volt. És ha nem Gött, akkor Leo John vagy Scheidt, vagy esetleg Gött védence, Josef Naichel. Bármelyikük neve nyugodtan említhető a munkára való serkentés radikális és példamutató módjával kapcsolatban. Akárkikből állt is a társaság, mindannyian brutális tetteket hajtottak már végre, vagy engedtek végrehajtani, és ezzel beírták nevüket Plasov történetébe. És most itt, az Emáliában nyomban kiszúrtak egy Lámusz nevű foglyot, aki nem elég gyorsan tolta targoncáját a gyárudvaron. Oskar későbbi állítása szerint Gött is jelen volt, ő vette észre Lámusz piszmogását, mire egy Grün nevű altiszthez fordult. Grün az egykori birkózó szintén Gött védenceihez, díszkíséretéhez tartozott. Annyi bizonyos, hogy Grün kapott parancsot Lámusz kivégzésére. Grün őrizetbe vette áldozatát, a felügyelők pedig tovább indultak az altáborban. Valaki az öntödéből felrohant a Herr Direktor irodájába, és vészjelet adott le Schindlernek. Oskar üvöltve futott le a lépcsőn, még annál is gyorsabb tempóban, mint amikor Regina Perlmant fogadta, és épp akkor ért le az udvarra, amikor Grün a fal mellé állította Lamuszt. Ezt itt nem csinálhatja! Kiáltott rá Oskar. A munkásaim nem tudnak dolgozni, ha lövöldözni kezd. Nagy fontosságú hadirendeléseim vannak.
stb. A jól ismert Schindler érvelés volt, amely azt a hátsó gondolatot sugalmazta, hogy Oszkár magasrangú tiszti ismerőseinél feljelenti Grünt, ha az akadályozza az emália termelését. Grün agyafurt fickó volt. Tudta, hogy az ellenőrző csoport már a műhelyekben jár, ahol a fémprések robaja és az esztergák dübörgése minden zajt elnyom, amit ő csinál vagy nem csinál. Lamus olyan jelentéktelen figura egy Göt vagy egy John számára, hogy későbbi vizsgálódásra nem kell számítani. Mit kapok érte? Tette fel Oszkárnak a kérdést. Vodka, megfelel? Ajánlotta fel Oszkár. Számottevő érték volt ez Grün számára. A tisztogatások alkalmával az ország keleti részén nap mint nap végrehajtott tömegmészárlás során fél liter vodka jutalmat kaptak, amiért egész nap a gépfegyver mögött állva több száz embert lőttek le. A fiúk sorba álltak, hogy bejussanak a kivégző osztagba, és pálinkával térhessenek vissza a vacsorához. És most a Herr Direktor háromszor akkora mennyiséget kínál egyetlen feladat elmulasztásáért. Nem látom az üveget, szólt. Herr Schindler közben már a faltól távolabb lőtávolságon kívülre taszította Lamust. Közben Grün a targoncásra ordított, hogy tűnjön el. Az ellenőrzés végeztével az irodámban átveheti az üveget, szólt oda Oszkár. Hasonló tranzakciót bonyolított le Oszkár, amikor a Gestápó egy irathamisító lakására zziázott, és a kész és majdnem kész papírok között egy a Schindler táborában dolgozó Wolfeiler nevű család, anya, apa, három serdülőkorú gyerek számára kiállított árja iratokat talált. Ezek után két gestápós a Lipova utcába ment, hogy kihallgassa a családtagokat, és e vallatás a Montelupich fegyházon át alkalmasint a Hujova górkához vezetett volna. Három órával azután, hogy Oszkár irodájába beléptek, sugárzó kedély állapotban, a konyak átmeneti mámorában és mindenki legjobb tudomása szerint a hálapénz boldogító birtokában tántorogtak le mindketten a lépcsőn. Az elkobzott iratok Oszkár íróasztalán hevertek, aki azon mód tűzbe dobta azokat. Ezután a Danziger fivérek kerültek sorra, akik egyik pénteken összetörtek egy fémprést. Tisztességes, kisé feszélyezett fickók, betanított munkások voltak, akik riadt tetlpillantással emelték most felszemüket a hatalmas robajjal összezúzódott gépről. A Herr Direktor üzleti ügyben távol volt, és ez alatt valaki, Oszkár szilárd meggyőződése szerint egy üzem és picli, feljelentette Danzigeréket a plassóvi parancsnokságon. A fivéreket elvitték az emáliából, és másnap reggel a plassóvi névsorolvasáson közhírétették, fel fogják őket akasztani. Ma este, jelentették be, Plasov lakói két szabotőr kivégzésének lesznek szemtanúi. Mondani sem kell, hogy a Danziger fivéreket szembetűnő ortodox hitük tette igen alkalmatos alanyokká a kivégzésre. Oszkár szombat délután háromkor érkezett vissza Szosznovjeci üzleti útjáról, három órával a kilátásba helyezett kivégzés előtt. Az ítéletről szóló értesítés íróasztalán várta. Konyakkal és ízletes kielbasa kolbásszal felszerelve a külvárosokon keresztül nyomban Plasovba hajtott. A parancsnokság előtt állította meg kocsiját, és Götöt bent találta az épületben. Örült, hogy nem a délutáni szunyókálásában kellett megzavarnia. Senki sem tudja, milyen mérvű megállapodást kötöttek azon a délutánon Göt szobájában, ebben a Torquemada főinkvizítori hivatalához hasonló helyiségben, ahol kötélhurkok fügtek a falon, és ezekről fegyelmezés és tanúság céljából embereket szoktak időnként lelógatni. Alig ha képzelhető el, hogy Ámon megelégedett a konyakkal meg a kolbásszal. A birodalom fémpréseinek épsége iránt érzett aggodalma viszont kétségkívül lecsillapodott a találkozás után, és 6 órakor, a kivégzés időpontjában, a Danziger fivérek Oszkár elegáns limuzinjának hátsó ülésén tértek vissza az emália jóleső istálló melegébe. Mindezek az eredmények azonban csak részgyőzelmek voltak.
A Cézárok sajátossága, tudta ezt Oszkár jól, hogy épp oly indokolatlanul engedik el a büntetést, mint ahogyan kimérik. Emil Krautwirth, aki napközben az Emália barakkokon túl a radiátorgyárban dolgozott mérnöki minőségben, Oszkár SS altáborának lakója volt. A fiatalember a 30-as évek vége felé szerzett diplomát. A többi Emália belihez hasonlóan Krautwirth is Schindler tábor néven emlegette a helyet. Ám az SS-nek, amikor Plasovba vitte át a fiatal mérnököt, hogy ott példát statuálva felakassza, sikerült kellő mértékben bebizonyítania, hogy legalábbis bizonyos szempontokból kinek a táboráról van voltaképpen szó. A plasóviaknak ama csekély töredéke számára, akik megérik a békét, Krautwirth mérnök akasztása volt az első olyan esemény, amelyről saját szenvedésükön, megaláztatásukon kívül beszámolnak. Az SS nem költött sokat kivégző helyekre. A plasóvi akasztófák hosszú, alacsony kapufákra emlékeztettek, nélkülözték a történelem bitófáinak méltóságát, a forradalmi vérpad, az erzsébetkori vesztőhely ünnepélyességét. A börtönfelügyelő hátsó udvarán álló magas bitófa tekintélyes küllemét. Békeidőben a plasóvi és auschwitzi akasztófák látványa nem ünnepélyessége, hanem éppenséggel a hétköznapiassága miatt félelmetes. De ahogyan a kisgyerekes anyák tapasztalták Plasovban, még az ilyen közönséges építmény is módot adott rá, hogy az Appelplatz fogoly tömegében álló ötesztendős apróságok túlságosan is sokat lássanak a kivégzésből. Krautwirth mellett egy Hauberstock nevű 16 éves fiúra is akasztás várt. Krautwirthet azért ítélték halálra, mert krakkói lázadóknak írt leveleket. Haubenstock bűne viszont az volt, hogy a Volga-Volgát, a Kalinka Maját és más betiltott orosz dalokat énekelt, azzal a szándékkal, szól a halálos ítélet, hogy az ukrán őröket bolsevizmusra csábítsa. A kivégzés szertartásának plasóvi szabályzata csendet írt elő. A korábbi ünneplő hangulatú akasztásoktól eltérően teljes némaságban hajtották végre a műveletet. A szorosan egymás mellett álló foglyokat olyan férfiak és nők őrizték, akik tudatában voltak hatalmuknak. Huyar és John, Scheidt és Grün, Landsdorfer, Amthor, Grimm, Ricsek és Schreiber altisztek, valamint a nemrégiben Plasovba helyezett SS felügyelőnők, Alice Orlovsky és Louise Danz, mindketten gumibottal felszerelve. Ilyen ellenőrzés mellett teljes csöndben hallgatták az elítéltek könyörgését. A kezdetben kábultnak látszó Krautwirth mérnöknek nem volt mondani valója, a fiú azonban beszélni kezdett. Akadozó hangon próbált érveket felhozni az akasztófa mellett álló Hauptsturmführernek. Nem vagyok kommunista parancsnok úr, gyűlölöm a kommunizmust. Egyszerű dalok voltak, közönséges nóták. A hóhér krakói zsidó mészáros, aki azzal a feltétellel nyert bocsánatot valamilyen korábbi vétkért, hogy vállalja ezt a munkát, zsámolyra állította fel Haubenstockot és nyaka köré vetette a hurkot. Tudta, hogy Ámon szeretné már kötélen látni a fiút, és nem akarja tovább húzni a vitát. Amikor a mészáros kirúgta Haubenstock alól a támasztékot, a kötél elszakadt, és a fiú lilásvörös arccal, levegő után kapkodva, kötéllel a nyaka körül, négy kézláb odamászott Göthöz. Fejét a parancsnok bokájához szorította, s mindkét lábát átkarolva tovább esedezett. Kétségbe esett megalázkodás volt. Megint csak felruházta Göthöt azzal a királyi hatalommal, amelyet az elmúlt lázas hónapok folyamán gyakorolt. Az Appelplatzon, ahol a tátott szájak tömegéből csupán halk sziszenés, a homokdűnék fölött fúvó szél hangjára emlékeztető zúgás hallatszott, Ámon elővette pisztolytáskájából revolverét, arrébb rúgta a fiút, és fejbe lőtte. Amikor a szerencsétlen Krautwirth mérnök végignézte a fiú szörnyűséges halálát, zsebében rejtegetett borotva pengét húzott elő, és mindkét csuklóját felmetszette. Az előálló foglyok látták, hogy mindkét karján halálos sebet ejtett. Göt azonban parancsot adott, hogy a hóhér lásson a dolgához.
Így hát két ukrán, Krautwirt kiömlő vérétől összefröcskölve, a vesztőhelyhez vitte, és ott, miközben mindkét csuklójából patakzott a vér, a dél-lengyelországi zsidók szeme láttára folytotta meg a kötél. Nagyon is természetes dolog minden ilyen barbár bemutató láttán lelkünk egyik zugában abban reménykedni, hogy ez volt az utolsó. Hogy még olyan embernél is, amilyen ámon változhatnak a módszerek, változhat a magatartás. Vagy ha nem az övé, akkor azoké a láthatatlan parancsnokoké, akik csupa üveg, vixelt parkettás hivatali szobájukban, amelynek ablakai térre, virágot áruló öregasszonyokra néznek, szóval azoké, akik előírják, vagy hallgatólagosan jóvá hagyják mindazt, ami Plasovban történik. Amikor dr. Sedlacek másodízben látogatott Budapestről Krakkóba, Oszkár és a fogorvos tervet agyalt ki, amelyet Oszkárnál elmélkedőbb hajlamú ember egy kissé gyermetegnek vélt volna. Oszkár kifejtette Sedlaceknek, hogy Ámon Göt kegyetlenkedésének egyik oka a rossz minőségű ital lehet. Az a sok-sok liter konyaknak nevezett valami, amit itt kapni lehet, és ami még inkább gyengíti Ámonnak a végső következményekkel kapcsolatos, amúgy is téves ítélő képességét. A pénz egy részéből, javasolta Oszkár, amelyet dr. Sedlacek magával hozott az Emáliába, és ő neki átadott, egy láda első osztályú konyakot kellene vásárolni a Sztálingrád után Lengyelországban kapható olcsó hitvány pálinka helyett. Oszkár személyesen adná át Ámonnak, és a beszélgetés folyamán kitérne arra, hogy a háború így vagy úgy véget ér egyszer, s akkor ki fogják vizsgálni az emberek egyéni tetteit. S előfordulhat bizony, hogy még Ámon barátai is emlékezni fognak arra az időszakra, amikor túlságosan is buzgón járt el. Oszkár természeténél fogva hitt benne, hogy együtt inni az ördöggel is lehet, és egy pohár konyak mellett helyre lehet billenteni a gonoszság által lenyomott mérleg serpenyőjét. Nem mintha félt volna a radikálisabb módszerektől. Éppen csak nem jutott ilyesmi eszébe. Mindig az egyezkedés híve volt. Ezzel szemben Oswald Boszkó Wachtmeister, a gettó kerület peremsávjának egykori felügyelője, az eszmékért élt. Lehetetlennek érezte, hogy az SS rendszeren belül folytassa munkáját, vesztegessen emitt, hamis papírt adjon át amott, egy tucat gyereket hivatali rangjának leple alá bújtasson, míg száz másikat kimasíroztatnak a gettó kapuján. Boszkó otthagyta őrállomását, és a nyepolomicei erdőségek partizánjai közé szökött. A néphadseregben próbálja majd jóvá tenni, hogy 1938 nyarán oly meggondolatlanul lelkesedett a nácizmusért. Lengyel paraszti öltözékében ráismernek egy Krakkótól nyugatra fekvő faluban, és árulásért agyon lövik. Így lesz Boszkóból mártír. Boszkó az erdőbe ment, mert nem volt más választása. Nem rendelkezett olyan pénzforrásokkal, amilyenekből Oszkár kenegette a rendszert. De a két ember természetének az felelt meg, hogy az egyiknek sútba dobott rangján és egyenruháján kívül nem volt egyebe, a másik viszont a rendelkezésére álló pénz- és árukészlet biztos tudatában élt. Nem Boszkó felmagasztalását és Oszkár becsmérlését szolgálja az a feltételezés, hogyha Oszkár valaha is mártír halált szenved, az csak is véletlenség, valamely csúfosan végződő üzletkötés idézhette volna elő. Ám akadtak emberek, Wolfeilerék, a Danziger fivérek, Lamus, akik annak köszönhették életüket, hogy Oszkár így működött, s nem másképp. Oszkár eme tevékenységével magyarázható, hogy az Emáliának nevezett valószínűtlen tábor fennállt a Lipova utcában. Hogy az ottani 1000 táborlakót általában nem fenyegette a veszély, hogy lecsapnak rájuk, és hogy az SS katonák kívül maradtak a drótsövényen. Itt nem vertek senkit, és a leves elég tartalmas volt ahhoz, hogy biztosítsa az életben maradást. Természetükhöz képest mindkettejüket, Boszkót és Schindlert, a két párttagot azonos mérvű felháborodást töltötte el, még ha Boszkó úgy nyilvánította is ki, hogy szögre akasztotta az uniformisát Podgúzséban, míg Schindler kitűzte jókora pártjelvényét, és Plasovba ment, hogy osztályon felüli italt vigyen az őrjöngő Ámon Götnek.
Késő délután volt, és Oszkár Göt fehér villájának szalonjában ült vendéglátójával. Göt barátnője, Majola, a városbeli Wagner gyár titkárnője, vékony csontú kis teremtés benézett hozzájuk. Nem szeretett a plasóvi kegyetlenkedések színhelyén tartózkodni. Érzékenysége, kifinomult modora miatt azt rebesgették felőle, hogy megfenyegette Götöt. Nem fekszik levele többé, ha továbbra is önhatalmúan üldözi az embereket. Senki sem tudta, igaz-e a hír, vagy csak afféle gyógyírként szolgáló értelmezés, amely egyes foglyok agyában született meg, hogy elkeseredetten próbálják elviselhetőbbé tenni az életet. Majola nem maradt soká Ámonnal és Oszkárral, látta, hogy ivászat következik. Ámon mindenes lánya a feketébe öltözött sápat, Helen Hirsch harapnivalót, süteményt, szendvicset, kolbászt hozott be. Tántorgott a kimerültségtől. Ámon előző este megverte, amiért engedély nélkül vacsorát készített Majolának. Aznap reggel 50-szer szalajtotta fel le a villa 3 emeletén, a folyosó egyik képén levő légypiszok miatt. A lány hallott már egymást Herr Schindlerről, de mind mostanáig nem találkozott vele. Ezen a délutánon nem sok vigaszt merített a két ölestermetű férfi látványából, amint testvéri összhangban, látható egyetértésben ültek az alacsony asztal mellett szemben egymással. Mivel hogy saját halála felől a legkisebb kételye sem volt, közömbösen nézte az itt történteket. Csak a tábor központi konyháján dolgozó testvér húga életéért aggódott. Rejtek helyen pénzt őrzött abban a reményben, hogy talán megmentheti vele húga életét. Saját sorsáról úgy vélekedett, hogy semmilyen pénzösszeg, semmilyen alkú nem fordíthatja jobbra. A táborra leszállt az alkony, majd besötétedett. A két férfiú azonban folytatta az ivászatot. A Tósa Liebermann nevű fogolynő régen énekelte már esténkénti műsorát, Brahms bölcsődalát, melynek hangja éjszakai csendleplét borította a női táborra, és a férfi barakkok deszkáin is átszűrődött. Ám a két nagy darab ember még mindig együtt üldögélt. Teherbíró májuk izzott, mint a parázs. S a megfelelő pillanatban Oszkár baráti, de még a tekintélyes mennyiségű konyak elfogyasztása után is csak igen felületes baráti gesztussal Ámon felé hajolt, és ördögi ravassággal kezdte rábeszélni, hogy mérsékelje magát. Ámon kedvezően reagált próbálkozására. Oszkár úgy látta, vonzónak érzi a császárokat is megkísértő mértékletesség gondolatát. Talán egy csillét vontató, csügget párja képe jelent meg Ámon lelki szemei előtt. Vagy egy kábelgyárból visszatérő fogoly, amint azon az olyannyira elviselhetetlen módon tántorgás cínlelve roskadozik a börtön kapujában felszedett ruhásköteg vagy farakomány súlya alatt. És Ámon zsigereit különös melegséggel töltötte el a látomás, hogy ő megbocsát a tunya alaknak, a fellengzős komédiásnak. Miként Kaligulát is csábíthatta, hogy a jó Kaligulának lássa magát, úgy kísértette egy ideig a jó Ámon képe a parancsnok fantáziáját. Hisz voltaképpen mindig is hajlott a jóságra. Ezen az éjjelen, amikor vérét felpesdítette a konyak, s amikor háza kapuján túl jóformán az egész tábor aludt már, nem is annyira a megtorlástól való félelem, mint inkább a könyörületesség gyakorlásának vágya kerekedett felül Ámonban. Reggel azonban az Oszkár figyelmeztetésére való emlékezés összekapcsolódik majd a legfrissebb hírekkel, miszerint a kijevi fronton növekedett az orosz fenyegetés. Sztálingrád felfoghatatlan messzeségben volt Plasovtól. Kijev elképzelhető távolságban feküdt. Az Oszkár próbálkozását követő napokban olyasféle hírek érkeztek az Emáliába, hogy a kettős csábítás kellő hatást gyakorolt a parancsnokra. A Budapestre visszatérő dr. Sedlacek arról tájékoztatta Springman Samut, hogy Ámon legalábbis egyelőre felhagyott az önkényes öldökléssel. És a derék Samu mindama gondja közepette, amelyet a nyugati Dachautól és Dranszitól, a keleti Szobiborig és Belzsecig terjedő listában foglaltak, jelentettek, egy ideig abban reménykedett, hogy a plasóvi lyukat sikerült betömni. A kegyelem varázsa azonban gyorsan tovatűnt.
Ha pillanatnyilag nyugalom állt is be, a túlélők, a plasóvi időszakról tanúskodók nem észlelték. A spontán végrehajtott gyilkosságok állandó eseményeknek számítottak. Ha Ámon történetesen nem jelent meg aznap vagy másnap reggel a teraszán, az még nem jelentette, hogy harmadnap nem lesz ott. Göt pillanatnyi távollétnél jóval többre volt szükség ahhoz, hogy akár a leghiszékenyebb fogó is reménykedni tudjon a parancsnok természetének gyökeres megváltozásában. Márpedig ő újra ott állt gyilkosságoknál viselt tiroli kalapjában a lépcsőn, s messzelátóján át kutatott bűnbak után. Dr. Sedlácsek nem csak Ámon megjavulásának alaptalan hírével tér majd vissza Budapestre, hanem a plasóvi táborral kapcsolatos megbízhatóbb adatokat is visz magával. Egyik délután őr jött át az Emáliából Plasóvba, hogy Stent Zablocséba kísérje. Oszkár új lakásába vezették fel, ahol két jól öltözött férfinak mutatta be a házigazda. Az egyik Sedlácsek volt, a másik egy svájci útlevéllel utazó zsidó, aki Babar néven mutatkozott be. Kedves barátom, szólt Oszkár Sternhez. Szeretném, ha olyan bőséges tájékoztatást adna írásban Plasovról, amekkorát egy délután össze tud állítani. Stern először látta Sedlácseket és Babart, és úgy vélte, Oszkár mód felett elővigyázatlanul cselekszik. Lehajtott fejjel mormolta, hogy mielőtt ilyen feladatra vállalkoznék, négy szem közt szeretne szót váltani a herr direktorral. Oszkár gyakran emlegette, hogy Icák Stern egy egyszerű tényt vagy kérelmet csak a babilóniai talmud vagy a megtisztulási szertartások taglalásának örve alatt képes közölni. Ezúttal azonban közvetlenebb volt. Mondja kérem, Herr Schindler, nem tartja ezt nagyon is kockázatosnak? Oszkár méregbe jött. Mire fékezni tudta magát, a szomszéd szobában tartózkodó idegenek minden bizonnyal meghallották már dühös kifakadását. Azt hiszi, kérném rá, ha kockázatos lenne? Majd lecsillapodva folytatta. Kockázat mindig van, ezt maga jobban tudja nálam. De ők ketten nem jelentenek veszélyt. Megbízható emberek. Stern végül is az egész délutánt jelentésírással töltötte. Tudós ember lévén megszokta a szabatos fogalmazást. A budapesti mentőbizottság, az isztambuli cionisták korrekt tájékoztatást kapnak Sterntől. Szorozzuk be Stern ismertetését Lengyelország 1700 nagyobb és kisebb koncentrációs táborával, és olyan körképet kapunk, amely megdöbbenti a világot. Sedlácsek és Oszkár ennél többet akart Sterntől. Az Ámon Oszkár tivornyát követő reggelen Oszkár hivatalnyitás előtt visszacipelte hősiesen helytálló máját Plasovba. Előző este, miközben elnézőbb magatartásra próbálta Ámont rábeszélni, írásos engedélyt csalt ki tőle, hogy két gyáros kollégájának megmutathassa-e mintatábort és gyártelepet. Aznap reggel tehát Oszkár mindkettőjüket a parancsnokság szürke épületébe vitte, ahol kérte, hogy igénybe vehesse Icák Stern Häftling fogoly szolgálatát a tábor megszemlélésénél. Sedlácsek barátjának, Babárnak volt egy kisméretű fényképezőgépe, amelyet mindenki szeme láttára vitt a kezében. Ha egy SS felügyelő esetleg felelősségre vonta volna, készséggel áll meg, hogy 5 percen át henceghessen a parányi szerkentyűvel, amelyhez egyik brüsszeli vagy stockholmi üzleti útján jutott nemrégiben hozzá. Amikor Oszkár és a budapesti látogatók kiléptek a parancsnokság épületéből, Oszkár megfogta a cingár, tudós képű Stern vállát. Barátai mód felett örülnének, ha az egyes üzemrészeket és szálláshelyeket láthatnák, mondta. De ha akadna útközben még valami, amit Stern megítélése szerint nem kellene elmulasztaniuk, hajoljon le és kösse meg cipőfűzőjét. Göt bezúzott sírkövekkel burkolt pompázatos főútján végig haladva az SS barakkok mellett mentek el. E pillanatban Sternnek meg kellett kötni a cipőfűzőjét. Sedlácsek társa lekapta a kőbányából sziklarakományokat vontató csoportot. Bocsánat, uraim, motyogta közben Stern, de azért ráérősen babrált a cipőfűzőjével, hogy a vendégeknek jusson idejük lepillantani és elolvasni a síremléktöredékek szövegét.
Itt volt Bluma Gemeinerovának, élt 1859-től 1927-ig a síremléke. Az 1912-ben, 90 éves korában elhunyt Matild Liebeskindé. Az 1911-ben gyermekágyban elhalálozott Helena Wachsbergé. Rózsa Groderé, aki 1931-ben, 13 éves korában vesztette életét. És a Ferenc József uralkodása idején elhunyt Sophia Rosneré és Adolf Gottliebé. Stern meg akarta mutatni a látogatóknak, hogy a tiszteletre méltó halottak nevei útburkoló kövekre kerültek. Miután elhaladtak az SS és ukrán bordélyház a Puffhaus mellett, amelynek lengyel lányok voltak a lakói, a kőbányához értek, ahol a mészkőszikla kiválása folyt. Stern cipőfűzője ekkor kettős csomózást igényelt, mivel hogy kívánatosnak vélte az itt látottak megörökítését. Hatalmas kőfejtő kalapáccsal, hasítóékkel dolgoztatták ennél a sziklánál az embereket, biztos pusztulásba küldve őket. A fejtőbrigádok sebbhelyes arcú tagjai a legcsekélyebb érdeklődést sem mutatták a látogatóik iránt. Ámongött ukrán sofőrje Iván volt aznap délelőtt az ügyeletes, a munka irányítása pedig egy megrögzött bűnöző, a német Erik hatáskörébe tartozott. Anyja, apja és nővére meggyilkolásával sikerült már bebizonyítani a családirtásban való jártasságát. Nyilván felakasztották, vagy legalábbis fegyházba vetették volna, ha az SS rá nem jön, hogy apagyilkosoknál nagyobb bűnösök is vannak, és hogy Eriket furkósbotként lehet fegyelmezésükre használni. Miként Stern beszámolója is említi, dr. Blanke és zsidó pártfogoltja, dr. Leon Gross egy Edward Goldblatt nevű krakkói orvost küldött ide a kórházból. Erik örömmel vette, ha nagyműveltségű szakemberek kerültek a kőfejtőbe, és gyakorlatlannak mutatkoztak a kétkezi munkában. Goldblatt esetében akkor kezdődött el a verések sorozata, amikor első ízben kiderült, hogy bizonytalanul kezeli a kőfejtő kalapácsot és a hasítóéket. Erik és több más SS meg ukrán közlegény napokon át püfölte Goldblattot. Az orvost, akinek hol feldagadt, hol meg felére apadt az arca, s egyik szemét nem tudta kinyitni, továbbra is munkára kényszerítették. Hogy milyen fejtésbeli vétség késztette Eriket dr. Goldblatt utolsó megverésére, azt senki sem tudja. Az eszméletét vesztett orvos betegszobára szállítását csak jóval később engedélyezte Erik, ott viszont dr. Gross tagadta meg felvételét. Emez orvosi szentesítés birtokában Erik és az SS közlegények újra rugdalni kezdték a gyógykezelésből kizárt és a kórház küszöbén haldokló Goldblattot. Stern lehajolt a kőbányánál és megkötötte cipőzsinórját, mert Oszkárhoz és a Plasovi tábor egyik-másik lakójához hasonlóan ő is hitt egy olyan jövőben, amikor a bírák megkérdezhetik. Egy szóval hát hol is történt ilyesmi? Oszkárnak teljes összképet sikerült vendégeinek nyújtani a táborról, amikor a Hujova Górkához és az osztrák erődhöz is felvitte őket, melynek bejáratánál szégyentelenül mutogatták magukat a halottak elszállítására szolgáló vérfoltos targoncák. Ezreket temettek már el odalenn a tömegsírokban, vagy a kelet felé húzódó fenyőerdők szélén. A majdan ebből az irányból érkező oroszok az áldozatok lakta erdővel találják szemközt magukat, mielőtt még a plasovi élőkre és félholtakra rátalálnának. Plasov, mint az ipari termelés csodája, kétségkívül csalódást okozott minden hozzáértő megfigyelőnek. Amon Bosch, Leo John, Joseph Nyschel mintatelepnek tekintette, mivel ők maguk meggazdagodtak belőle. Mód felett megdöbbentek volna, ha megtudják, hogy gondtalan plasovi életük nem azért folytatódhatott zavartalanul tovább, mert a hat felszerelési felügyelőséget elbűvölte az általuk végrehajtott gazdasági csoda. A plasovi gazdasági csoda valójában Ámonnak és klikjének egyéni meggazdagodása volt. Minden tárgyilagos kívülállót meglepett, hogy ezek a szegényes, elavult gépállományú plasovi üzemek egyáltalán kaptak hadi anyagrendeléseket. Ám a táborbeli jószimatú cionista foglyok nyomást gyakoroltak olyan szilárd meggyőződésű kívülállókra, amilyen Oszkár és Madrics volt, akik viszont a hat felszerelési felügyelőségre tudtak nyomást gyakorolni.
Abból a felfogásból kiindulva, hogy a plasóvi éheztetés és szorványos kivégzés még mindig jobb a biztos pusztulást jelentő Auschwitz-i és Belzseci táboroknál, Oszkár hajlandónak mutatkozott összeülni Schindler tábornok hadfelszerelési felügyelőségének beszerző tisztjeivel és mérnökeivel. Ezek az urak fintorgó ábrázattal jelentették ki. Ugyan már, Oszkár, csak nem gondolod komolyan. De végül mégis megbízásokat szereznek Ámon Gött tábora számára. Lapátokat rendelnek, amelyeket az Oszkár Lipova utcai gyárában összegyűjtött vashulladékból állítanak elő. Tölcséreket, amelyek egy podgúzsei lekvárüzemből származó bádog darabokból készülnek. Kevés esély volt rá, hogy a Wehrmacht számára készülő lapátok és nyelek teljes mértékű leszállítása valaha is megtörténjen. A hadfelszerelési felügyelőség tisztjei közül Oszkárnak jó néhány barátja megértette, miről van tulajdonképpen szó. A plasóvi kényszermunkatábor létének meghosszabbítása a kényszermunkások életének meghosszabbítását jelenti. Némelyiküknek nyomta a begyét a dolog. Tudták ugyanis, mekkora szélhámos Gött, és ódivatú, őszinte hazaszeretetüket sértette Ámon élvhajhász élete kinn a táborban. A plasóvi kényszermunkatábor létének csodálatos iróniájára, vagyis arra, hogy a kényszermunkások egy része saját érdekében szövetkezett Ámon hatalmának fenntartására, Román Ginter esete vett fényt. Gintert, az egykori vállalkozót, most pedig Levartov rabbi korábbi munkahelyének, a fémfeldolgozónak egyik felügyelőjét egy szép reggelen Gött szobájába citálták be. Amint becsukta maga után az ajtót, már is megkapta az első ökölcsapást, amelyet azután több is követett. A dühöngő Ámon verés közben összefüggéstelen szavakkal szidalmazta, majd kivonszolta a szobából, lerángatta a lépcsőn és a főbejárat falához állította. Szabad valamit kérdeznem? Szólt Ginter a fal mellős, eközben csak úgy mellékesen köpte ki két fogát, nehogy önmagát sirató komédiásnak tartsa őt Ámon. Gazember! Üvöltötte Gött. Nem adta le a bilincseket, amelyeket megrendeltem. A naptáramból tudom, maga seggfejű disznó. De parancsnok úr, szólt Ginter, tisztelettel jelentem, hogy a megrendelt bilincsek tegnap elkészültek. Herr Oberscharführer Neisseltől kérdeztem, hogy mit csináljak velük, és ő azt mondta, vigyem az ön hivatali szobájába, amit meg is tettem. Ámon visszavonszolta irodájába a véres képű Gintert, és hivatta Neisselt. Hát igen, mondta a fiatal SS altiszt. Szíveskedjék megnézni, parancsnok úr, a baloldali második fiókjában. Gött szót fogadott, és megtalálta a bilincseket. Kis híján megöltem, panaszolta ifjú, és nem túlzottan tehetséges bécsi védencének. Ugyanaz a Román Ginter, aki oly előzékenyen köpte ki fogait Ámon szürke parancsnoksági épületének kapujánál. Ez a zsidó senkiházi, akinek véletlen meggyilkolásáért Neisselt okolta volna Ámon. Ez a Ginter az, aki külön engedéllyel keresi fel Herr Schindlert a DEV-ben, hogy a plasóvi üzemrésznek nyújtandó ellátmányról beszéljen Oszkárral. Nagy mennyiségű fémhulladékról, melynek hiány a fémfeldolgozó üzem teljes gárdáját bevagonírozzák és Auschwitzba menesztik. Miközben tehát a pisztollyal hadonászó Ámon Gött abban a hitben él, hogy egyedül az ő különleges szervező tehetsége tartja fenn Plasovot, a vérzőszájú foglyok legalább annyira biztosítják a tábor fennmaradását.